Jó estét kívánok! 3000 férőhelyes kosár és kézilabda csarnok épül Székesfehérváron, a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári kampuszának területén. Hétfőn ünnepélyes keretek között időkapszulát helyeztek el az építkezés helyszínén, így elindulhat a kivitelezés. Erről lesz szó a mai esti mérlegben, tartsanak velünk! Most még így fest az egyetem Székesfehérvári kampusza mögötti terület, hamarosan azonban megépül a fehérvári kosárlabda és kézilabda új otthona, ami tudományos egyetemi műhelyként is szolgál majd. Az 5 milliárd forintos beruházás a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének TAOS támogatásával valósul meg. Szalai Ferenc úgy fogalmazott, ahhoz, hogy a sport stratégiai ágazat lehessen, a mindennapos testnevelés bevezetésén túl szükséges a létesítmények fejlesztése, építése. 2010-re, ha visszamehetünk, 2010-ben a miniszterelnök úr egy nagy bejelentést tett a testnevelés egyetemen, hogy a sport stratégiai ágazat lesz. Ezt ugye így önmagában az ember úgy veszi, hogy hát persze mondtak már ilyet egyen-ketten, de az aztán, amilyen tartalom került e mögé, az egy nagyon-nagyon komoly intézkedés sorozat folyamat. Ennek az eleje az volt, hogy a mindennapos testnevelést bevezette a kormányzat, az oktatási kormányzat, a mindennapos testnevelés lehetőségén keresztül a lehető legtöbb gyereket próbálta bevonzani a rendszeres testmozgásba. Ugye nem kell arról beszélni, az egészséges életmód és a rendszeres testmozgás, a mindennapi mozgás az mekkora jelentőségű. Ennek az országnak, ha van baja, akkor az egészségi állapota és a mozgásszegény életmód. A másik nagyon-nagyon komoly döntés a társasági adóból befolyó források átengedése a sport területére. Itt 5 látványsportágról beszélhetünk most már 6-ról, hiszen a röplabda is bekapcsolódott, a jégkorong, a vízilabda, a kézilabda, a labdarúgás és a kosárlabda mellé. Ebből a forrás mennyiségből, a társasági adó által biztosított forrás mennyiségből létesítményfejlesztésre is, és természetesen az utánpótlás nevelésre is igen komoly források juthattak. Csak a Kosárlabda Szövetség egy olyan 150 körüli tornatermet újított föl, parkettát cserélt, vagy épített új tornatermet, vagy sportcsarnokokat, munkacsarnokokat épített. Nagy sportcsarnokból olyan 12-13-hoz tudott adni a szövetség komoly támogatást. Ezek közé tartozik a fehérvári is, ez a mostani, amiről beszélünk. Hozzávetőleg 3,5 milliárd forintnyi társasági adóforrás juthatott ennek a csarnoknak a megvalósítására. 30% önerő is kell hozzá, tehát azt kell mondani, hogy ezt a város nélkül lehetetlen megcsinálni, mert azért a város 1,5 milliárd forintos önereje nagyon-nagyon komoly tétel ebben. Maga a létesítmény, azt gondolom, hogy majd önmagáért beszél. Hát egészen biztos vagyok benne, hogy a város kulturális testmozgásához való lehetőség megteremtésében egy plusz lehetőség. És az, hogy ide az egyetemre jött, ez meg egy különleges dolog, hiszen itt nyilván a hallgatók sportmunkáját is tudja majd segíteni. Az utánpótlás nevelés, az élsport mellett ez a csarnok. Az országban olyan méretű csarnokok, kosárlabda csarnokok, ahol a legmagasabb szintű nemzetközi versenyeket lehet vinni, nagyon kevés van. Szombathelyen van egy ekkora csarnok, fönt Budapesten a Puskás Ferenc aréna, a debreceni nagy sportcsarnok, de sokkal több nincs. Nagyon-nagyon fontos az, hogy ilyen 3,5-4 ezres csarnokok épüljenek, mert a kosárlabda nemzetközi szövetsége, a FIBA, igen-igen komoly lehetőséget lát Magyarországban a rendezvény szervezésben. Nagyon komoly rendezvényeink voltak már, női Európa-bajnokságot szerveztünk, az U18 és 16 és 14 éveseknek rengeteg Európa-bajnoki programot bonyolítottunk, döntőket, selejtezőket. Most szeretnénk a felnőtt férfi Európa-bajnokságot 2021-ben megrendezni itt Magyarországon, és a B33, ez a 3-3 elleni, a streetballhoz hasonló kosárlabda, miután Tokióban olimpiai sportággá vált, egy olimpiai selejtezőt is szeretnénk Magyarországon rendezni. Tehát egyik oldalon nagyon komoly rendezvényeket tudunk már a hátunk mögött, a másik oldalon meg tényleg kellenek azok a létesítmények, mondjuk
keleten egy, nyugaton egy, északon és délen egy-egy, tehát ilyen területi elosztás alapján is, ahová be lehet vinni akár felnőtt Európa-bajnoki, akár világbajnoki szintű rendezvényeket és programokat. Ezügyben a kormányzattal dolgozunk együtt, hiszen ezt csak egy sportág nem szabad, hogy megcsinálja, mint hogy itt is ez a csarnok kézilabda és kosárlabda a sportágakra értelmezhető. Mi is a kézilabdával szeretnénk együtt működni abban, hogy ilyen nagy csarnokok megépüljenek az országban. A csarnok megépítéséhez 1,5 milliárd forintos önerőt az önkormányzat biztosít. Mögöttem már látszanak azok a látványtervek, illetve tervrajzok, ami alapján elkezdődik most egy nagyon komoly beruházás a város közösségi és sport életében. Úgy gondolom, hogy egy igazi új közösségi teret, multifunkcionális sport és kulturális oktatási rendezvények megtartásra egyált alkalmas teret fogunk létrehozni. Elég mondjuk egy aktualitását adni ehhez, hiszen a szombati városi ballagást el kellett halasztanunk az időjárás miatt, és nem volt olyan tere a tágértelembe vett belvárosunknak, ahol 1700 diákot szülőkkel, tanárokkal együtt el tudtunk volna méltó kultúrált körülmények között helyezni. Ez az új tudásközpont és csarnok, ami létre fog jönni, az viszont erre alkalmas lesz, hiszen valamennyivel több mint 3000 ülőhely lesz a csarnokban. Ez azt jelenti, hogy abszolút 21. századi módon tudunk sportkulturális oktatási rendezvényeket kiszolgálni. Ez egy körülbelül 5 milliárd forintos beruházás lesz, ami társasági adókedvezményrendszerén keresztül a Kosárlabda Szövetség támogatásával tud megvalósulni. A Kosárlabda Szövetség biztosította ezt a TAU keretet a város, illetve az Alba-Fehérvár számára. Az önerő, ami körülbelül 1,5 milliárd forint, azt az önkormányzat biztosítja ez a beruházáshoz, és gyakorlatilag a mai nappal el is kezdődik ez a fejlesztés, és valamikor 2020-21 fordulójára, azt gondolom, hogy inkább 2021-re fog ez a fejlesztés megvalósulni. Ami miatt különleges még, hogy a Corvinus Egyetemmel együtt történik ez a beruházás, tehát egyfajta tudásközpont és egyetemi tér is létre fog jönni laborokkal, termekkel egyaránt, illetve olyan multifunkcionális terekkel, amit egyaránt lehet az élsportra, az utánpótlás sportra fordítani kézilabda, kosárlabda tekintetében egyaránt, vagy éppen röplabda vonatkozásában, és mellette pedig a tudást, az oktatást, a jövő nemzedékét is szolgálni fogja. Ez is egy újabb eleme a Corvinus és a város együttműködésének, illetve a Corvinus és az Alba-Fehérvár együttműködésének, hiszen sportolói életpálya modellt is tervezünk. Tehát aki itt sportol, vagy ide jön sportolni, az lehetőséget kap arra is, hogy mellette, ha jól tanul, akkor a Corvinuson tud az ország egyik legfontosabb, legjobb minősítésű diplomájához hozzájutni. És ha már Corvinus és beruházás kezdete, akkor itt az is látszik, hogy az egyik beruházása a Corvinusnak pedig hamarosan befejeződik, hiszen itt a mellettünk lévő régi romos épület ma már gyönyörűen újra van varázsolva, a belső munkák is folynak, semmi akadálya nem lesz annak, hogy szeptemberben már a bővülő Corvinus itt Fehérváron a kampusz új elemében is már oktatni tudjon. Körülnézünk, akkor itt sportolókat is látunk. A város sport egyesületeinek életében milyen változást jelent ez? Hát lesz végre egy korszerű, a nemzetközi sztenderteknek is megfelelő csarnokunk, ami ráadásul befogadó képességét tekintve is komoly, és azt látni kell, hogy ugyanúgy, ahogy a labdarúgás, ugyanúgy a teremsportágok is, legyen az jégkorong, kézilabda vagy kosárlabda, folyamatosan szigorítják a nemzetközi követelményeket, azaz, hogy milyen csarnokban, milyen infrastruktúrális keretek között lehet megtartani hazai vagy nemzetközi mérkőzéseket, akkor egyre szigorúbbak ezek a követelmények, és mind a kézilabda, mind a kosárlabda szerencsére egy olyan klub, amelyik időről időre ki tud lépni a nemzetközi kupába, és jó, hogyha ezeket a mérkőzéseket, ha már fehérvári csapatokról van szó, fehérvári szurkolókkal, szurkoló táborokkal, akkor nem mondjuk Veszprémbe vagy Budapesten kell megtartani, vagy Érden, hanem itt Székesfehérváron. Ez a csarnok erre is alkalmas lesz. A multifunkcionális létesítményben helyet kap egy 3000 férőhelyes kosár és kézilabda pálya, egy edzőcsarnok, de lesznek előadó termek, ruhatár és gyermekmegőrző is. Hát mindenképpen egy mérföldkő a fehérvári kézilabda és kosárlabda életében ez a beruházás, hiszen egy olyan 21. századi helyszínet sikerül majd kialakítanunk a két sportág számára, ami mindenféle nemzetközi leírásnak megfelel, és bízunk benne, hogy nem csak a sportolóknak, hanem a szurkolóknak, hanem egész Székesfehérvár lakosságának élményt fog nyújtani. Mindenféleképpen szeretünk volna összekapcsolni nem csak a sportot,
hanem az oktatást, a rehabilitációt, prevenciót, különböző mozgásterápiás kezeléseket, illetve analitikai robot szeretnénk létrehozni, tehát szeretnénk mérni a sportolóinkat, azokat az méréseket szeretnénk analizálni, és mindenképpen szeretnénk a játékosok fejlődése érdekében ezeket az adókat felhasználni. Ma már olyan a szurkolói igény elvárás, hogy annak mindenképpen szeretnénk megfelelni, tehát minden olyan jelleg rendelkezésre álló eszköz, ami a szurkolók kényelmét és az élményt jelenti, azt mind szeretnénk beépíteni, tehát akár fény, akár hangtechnikában, akár online jegyvásárlástól kezdve szurkolói bolton keresztül, gyerekmegőrzőtől kezdve ruhatáron át, megfőszám büfén és mosdók számával, de lesznek benne oktatási terek, lesznek benne 10 főtől 100 főig bővíthető különböző oktatási területek, lesznek benne irodák, lesznek benne különböző, ahogy megnyitottam, prevenciós és mozgásszervi problémák kezelésére alkalmas terek, és lesz benne 8 öltöző, tehát azt gondolom, hogy mindenféle igényt ki fog elégíteni. Tehát azokban a városokban, akár Magyarországon, akár Európában, ahol ilyen új létesítmény valósul meg, az mindenképpen a sport, az a sporták hitetlen nagy felrendülésnek indul. Hát azt gondolom, új utánpótláskorú sportolók kapcsolatban a képzésbe megnő a szurkolói létszám. Tehát mindenképpen van egy olyan pozitív hatás, amit mi szeretnénk kihasználni, és eredményes csapatokat működtetni a jövőben. Jelenleg 7 olyan sportoló van vegyesen kézilabda, illetve kosárlabda területéről, akik duális hallgatók. Én azt gondolom, hogy abszolút pozitívak a visszajelzések. Mindenféleképpen mi tudjuk ezeket a sportolókat használni, nem csak a sport, hanem azt gondolom, hogy a hétköznapi munkaterületén is bekapcsolódnak a klubok mindennapi életébe, és bízunk benne, hogy ahogy elvégezték az egyetemi tanulmányokat, bennmaradnak a klub körében, és ott fognak továbbiabban dolgozni. Én abban bízom még, hogy az elkövetkező években nagyon sok olyan sportolót sikerül ide csábítanunk, vagy megtartanunk, aki az oktatás, illetve a sport között kell, hogy válaszol, és nem kerül választási lehetőségére, hiszen tudja a profi sportot az oktatással egybekötni. A stratégiai együttműködésnek köszönhetően a Corvinus Egyetem nem csak duális sportolói karriert kínál, de közelebb hozza a sportgazdász szakhallgatói számára a gyakorlati lehetőségeket is. A várossal együttműködve valósulnak meg folyamatosan ezek a dinamikus fejlesztések, akadémiai tartalom, de most infrastruktúrára is figyelünk ismét, hiszen a mai napon sor került a Mi Csak Sportkiválósági Központnak hívjuk az alapkőletételére, és beszéltünk sokat a koncepcióról, ami mindenképpen egyedülálló, mert három dolog összekapcsolódik, a sport, a tudomány, és valami izgalmas harmadik dolog, amelyik ezt összekovácsolja, és valóban a jövőt szolgálóvá teszi, és ezt ugye segít egy nagyon fontos létesítmény. A létesítmény már a koncepciójában egy más utat követ, hiszen a kezdetektől abban gondolkodik, hogy lesz ez multifunkcionális értelemben kihasznált. Egyrészt jelenti több sportágnak a kihasználtságát, hiszen a Bajnokvárosban vagyunk, ahol nagyon-nagyon sok sportág van, és kiemelkedő olyan eredménnyel, amelyik nemzetközi megmérettetést is jelent. A nemzetközi szövetségek, regionális vagy a nemzetközi olyan előírásokat írnak elő a létesítményekben, ami állandóan növekvő, és bizony a férfi kosárlabda és a női kézilabda számára jelenleg egyébként kiváló létesítmény, mert nem tudja ezt biztosítani. Plusz hatalmas változásokon mennek át a szurkolói szokások és elvárások, és ennek is igyekszik ez az új létesítmény megfelelni úgy, hogy a hasznosításában sok mindenre gondol. Például gondol a tudományra, hiszen a városban egyedülálló módon, duális formában is elérhető nappal is szakon a sportközgazdász mesterszak, ahol megint az elméleti oktatás sokkal könnyebb úgy megtenni, hogyha szorosan összekapcsolódik az a terület, ahova a jövőbeni közgazdászokat, vezetőket képezzük. Ez egyébként már most is igyekeztünk, hiszen a partnereink nagyon sokszor helyszínt, illetve tartalmat is biztosítanak, de itt gondoljuk el, hogy egy térben valósulhat meg. És ugye nagyon fontos, mert a sportolók, akik a különböző életszakaszban vannak, ne kerüljenek abba a helyzetbe, hogy dönteniük kelljen a továbbtanulás, illetve a sportolás mellett. Ugye ez a létesítmény és ez az együttműködés ezt is segíti, hiszen a Corvinus Egyetem most arra már nem csak egy mesterszakot, hanem a gazdálkodás és menedzsment alapszakját is úgy kínálja, hogy sportgazdaság specializációt választatnak a sportolók. Tehát miközben sportolnak, már egy munka végzésre is alkalmas, versenyképes, nagyon széles körben elismert, magasra pozícionált diplomához juthatnak a Corvinus Egyetem diplomájához, és hogyha az alapszakon úgy érzik, hogy igen, ez az ő pályájuk, akkor ugye jöhetnek tovább a sportközgazdász mesterszakra. Hétfőn ünnepélyes keretek között helyezték a földbe az Alba Innovációs Park Tudásközpont sportcsarnok és kollégium időkapszuláját, melybe okiratokat, erekjéket rejtettek.
A 2020 végére, 2021 elejére felépülő mélygarázssal is ellátott épület egyúttal tehermentesíti majd az Arév és a Kőfémcsarnokot is, melyek már nem felelnek meg a mai nemzetközi előírásoknak. A Kőfémcsarnokot teljes egészében ki fogja váltani, arra ilyen értelem az önkormányzatnak már szüksége nem lesz, hogy mi lesz a sorsa, azt majd a következő összetételű testület el fogja tudni dönteni, hogy marad valaki más, az bérli, vagy adott esetben annak a helyén parkosítunk, illetve parkolót építünk, azt gondolom, hogy mindegyikre van igény. Az Arévcsarnok esetében is jelentős részét a ma az Arévcsarnokban lezajló programoknak át fogja venni ez a csarnok, ami azért fontos, hiszen az egy nagyon beszorított csarnok, nagyon kevés közvetlen parkolóhelyel és nagyon közel lakóépületekhez, egy sűrű lakott városrészről beszélünk. Itt ezen a területen, miközben a kettő egyébként nincs túlságosan távol egymástól, sokkal kevesebb olyan probléma alakulhat ki, ami egy ilyen csarnok és a közvetlen környezetében élők között alakult ki az Arévcsarnoknál. Úgyhogy azt gondolom, hogy a kulturális paletta adott esetben a koncertek, rendezvények tekintetében is ez egy méltán népszerű új helyszín lesz Székesfehérváron, és még egyszer minden tudni fog, amit egy csarnoknak a 21. században tudnia kell. Hamarosan tehát akár nemzetközi mérkőzéseknek is otthont adhat majd az új csarnok. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra, szép estét!